know what to say, I don't know what to say, I don't know what to do. Kluiber, kockázatos, de megvan! Hogy kapaszkodott bele Szőlősi Zácsik abba a labdába? Még egy-két perc is jön rá. Majd szállom múlott, hogy nem volt rossz tapaszt, meg az is, hogy nem fújtak bele menést. Így viszont egy-két percet is még kiasztottak, ha jól látom. Nem tudom kinek. Tette azt a szívességet, hogy tök feleslegesen kiütötte a falon. Zácsik bepattan! Hogy te jó ez! Teljesen mindegy, hogy milyen gól. Csak Fradi gól legyen. Malestein. Szőlősi Zácsi. Gól! Nagyot fújt a Telek Gábor. Igen, ott kell játszani a kettesek külső oldalán, ez teljesen egyértelmű. Befelé védekeznek mindig. Próbálják a középső területre beterelni a játékosokat. Könnyebben megy. Zácsik. Az jó. És valóban ez a jó, hogy minden Buducnosz gólra van válasz. Két gólos előny, így kezdődik az utolsó 5 perc. Már csak a második fél időben jól játszik. Szőlősi Zácsik! Nem kell szétszakadni a hálót minden esetben. Bíró Blanka. Kluiber, Szőlősi Zácsik, ott a hely! Grbic. Szőlősi Zácsik, az jó! Már érezhető volt, hogy ezt eldöntötte, hogy ha törik, ha szakad, ez az övé lesz. I don't know what to say, I don't know what to say, I don't know what to... Fehérvárom. Tóth. Kovács. Bök. Szőlősi Zácsik. Szép gól! Eléggé sűrű volt ott a közepe, ezt egy szép átlövéssel megoldott a Szőlősi Zácsik Szandra. És akkor csak megvan az 5 gólos vezetés először a meccsen. Passzív. Tóth, Szőlősi Zácsik, igen! Zácsik, gól! 10-8. Stolle. Sek történt a Stolle. Grbic csere. Szőlősi Zácsik gól. A második neki. Megkönnyebbült mosoly volt az arcán. Grbic. Kluiber. Nagyon fontos támadás. Góllal befejezve, Szőlősi Zácsik Szandra. Gyönyörű cseh volt, amivel megetette Piatét. Hopp! Márton Gréta, Kluiber, Zácsik. Kiskebe jött a pályára. Gyönyörű klasszikus átlövése Zácsiknak. Miért gólok közül az első megvan? Így van, már csak 9 kell, amit mondtál, hogy 10 volt. Elég pattogós most az orosz védő munka is. Szőlősi Zácsik, könnyen került helyzetben! Második megvan. Malestein. Szőlősi Zácsik! Rögtön megvan a mai recept, adják oda Szőlősi Zácsiknak, ilyen remekül készítsék elő, és ő belövi. Visszajött Kisfaludi beállóba, Szucsánszki. Szőlősi Zácsik. Mekkora gól! Én szerintem megbeszoktam 10 a mai nap folyamán. Elképesztő, hogy hogy jön ki a kezéből a labda. És ez egy kapufás góllal a negyedik. A
egyszerűen szorították le neki a falat. Dupla zárást kapott, tökéletesen érkezett bele a lövő szituációba. Szőlősi Zácsik, ott van az ötödik! Közelítünk. De tényleg tehetetlennek kell lenni, és nem szabad, megelégedni. Kis hitűségbe veszni. Tökéletes. 5-ből 5 hibátlanul játszik Szőlősi Zácsik. És volt olyan az első fél időben, hogy a plusz 3-ért támadott a Fradi, akkor abból nem sikerült gólt lőni. Ez most nagyon fontos lenne, hogy sikerüljön. Szőlősi Zácsik! Kisfaludi. Malesteincsel. Szőlősi Zácsik. Szőlősi Zácsik, Szandra! A hetedik gólja. 23-23! Hát bármi is lesz a mérkőzés végkimenete, ez biztos, hogy a meccs embere. Zseniálisan nagyot játszik. Get lost in the sun.